Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Felvételi. Még a kollégiumi jelentkezés és a balekhét is az egyetemisták előtt áll. Másodvirágzás. Augusztus közepétől ismét virágba borulnak a rózsák Eszterházán. Nyári táplálkozás. Nem mindegy, mit fogyasztunk a kánikulában és a strandon. A felvételi ponthatárok kihirdetését követően számos feladat vár a hallgatókra. A felvételi értesítőben a beiratkozásról, a kollégiumi jelentkezésről és a gólyatáborról is kapnak információkat az első évesek. A tervek szerint jelenléti formában kezdődik meg a 2021-2022-es tanév a Soproni Egyetemen. Hamarosan lejár a kollégiumi jelentkezés határideje. A hallgatók elektronikus formában augusztus 9-ig, míg postai úton augusztus 10-ig nyújthatják be kérelmüket. A Soproni Egyetem valamennyi általános felvételi eljárásban felvett első évfolyamos hallgató részére, amennyiben azt kéri, kollégiumi elhelyezést biztosít. A Soproni Egyetemen viszonylag magas a kollégiumba felvett aránya, 5 épületben 80-90% körüli azoknak az aránya, akit kollégiumi jelentkezése alapján felveszünk. Fontos tudni, hogy tavaly ősszel, novemberben a pandémia miatt el kellett hagyni a kollégiumi szobákat a hallgatóknak, és az online térbe kényszerült az oktatás, de ez is, mint sok minden más, az egyetemi élet, igazából a real, a való világban az igazi, tehát nagyon várjuk vissza a hallgatókat szeptembertől, az előadótermekbe, a laborokba, az óvodákba, és természetesen a kollégiumba, az egyetemi kampuszra is, hiszen mégiscsak úgy az igazi, hogy személyes jelenlét mellett folyik és folyhat az egyetemi élet. A balekhét keretében az új hallgatók segítséget kapnak a beiratkozásban, a tantárgyak felvételében és több interaktív programon is részt vehetnek. A Soproni Egyetem, a Benedek Elek pedagógiai karon gólyatábor tartanak, a selmeci hagyományokat ápoló karokon pedig a balekhét keretében fogadják az első éveseket. A balekhétre folyamatos a jelentkezés, augusztus 29-én indul, a firmák, az idősebb évfolyamok hallgatói már gőzerővel készülnek erre a megszervezésre. Természetesen a hallgatók itt megismerkednek az egyetemmel, az előadókkal, a kollégiumokkal, de megismerkednek a várossal, és egyfajta mentori rendszer is kialakul ilyenkor már az idősebb hallgatók, a firmák és a gólyák vagy balekok, pogányok között. Ez nagyon fontos, hiszen tanulmányaik során végig segíteni fogják, tudják őket, már a beiratkozásnál is komoly segítséget nyújtanak. A Soproni Egyetem valamennyi új hallgatója tiszteletére egy fát ültet novemberben, így a mostani állás szerint 804 facsemetét ültetnek el a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT partnerségével. Ez a szám a pótfelvételi eljárásban felvett hallgatókkal még növekedni fog. Az eljárás keretében nem csak költségtérítéses formában, hanem állami támogatással is megkezdhetők a tanulmányok. A pótfelvételi eljárás augusztus 8-án zárul le. Augusztus közepétől indul a másodvirágzás a Ciráki Margit rózsakertben, a Fertődi Eszterházi kastélynál. A rózsakert rózsafajtái május közepén virágoznak a legintenzívebben, de a nyárvégi másodvirágzás időszaka is látványos. Még esőben is jól látható az Eszterházi kastély rózsakertjének szépsége. Augusztusban ismét virágba borulnak a rózsák. A lugasok rózsái és a parkrózsák a több mint 8000 tő kínálata, különleges látvány. A másodvirágzás időszakában is élményteli, szabadidős, egyben biztonságos közösségi és családi programnak ígérkezik. A Fertődi Eszterházi kastély Ciráki Margit grófnőről elnevezett rózsakertjében most ismét a 8000 rózsatő másodvirágzása kezdődött meg, tehát a több mint 300 fajta rózsa több száz virágában, több százezer virágában gyönyörködhetünk pár hétig. A közelmúltban igényesen felújított rózsaházat is avattak itt. Az egykori főkertészi lakból kialakított rózsaház a rózsakert fogadóépülete. Ugyanakkor kiállítások, polgári esküvői szertartások, rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A Ciráki Margit rózsakert a kastély különleges helyszíne, hiszen maga a grófnő alakította ki az 1900-as évek elején. A kertet, az eredeti rózsakert Ciráki Margit grófnő tiszteletére létrehozott rózsakert helyén hozták létre ismételten, fényképek alapján az eredetihez hasonló állapotban lett kialakítva.
Márgergely rózsafajtáit ültettük, illetve külföldi cégek leglátványosabb rózsafajtáiból is kerültek elültetésre itt a kertben. A rózsakertben az ápolási munkálatok már március hónap elején elkezdődnek, és november közepéig folyamatosan zajlanak. A másodvirágzást augusztus 9-től a belépőjegy megváltása után tekinthetik meg a látogatók. Nyáron valamelyest másképpen táplálkozunk, mint az év egyéb évszakaiban. Többen kívánják a könnyedebb élelmiszereket, de van, aki a zsírosabb fogásoknak sem tud ellenállni. A szakember szerint nincsenek tiltott étkek, de érdemes mértéket tartani a zsírban gazdag ételeknél. Lángos, palacsinta, sült kolbász. Sokan ezekkel a zsírosabb ételekkel kényeztetik magukat vakáció idején. A szakember azt javasolja, mindezt csak mértékkel tegyük, de lemondanunk nem kell teljesen élvezetükről. Viszont kánikula idején érdemes odafigyelni arra, mit is viszünk be a szervezetünkbe. Nyáron nagyon fontos azt megemlítenünk, hogy körülbelül 15-20%-kal csökken az embereknek az energiaigénye, az energia mennyiség, amit be kell vinnünk táplálkozással, hogy megfelelő mennyiségben kapjunk meg makrotápanyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, és ilyenkor a zsírdús ételek is sokkal jobban megterhelik a szervezetet. Szóval én a rekkenőhőségben mindig óváintek mindenkit a túl zsíros ételek fogyasztásától, pedig hát ezek a könnyen elérhető változatok a strandokon, ugye gondoljunk csak akár a különböző kolbászokra, a lángosra, de ugyanakkor említsük meg azt is, hogy tiltott élelmiszerek nincsenek. Tehát, hogyha meg tudjuk tartani ezekből a mértéket, és nem minden nap ezeket fogyasztjuk, akkor az egészséges táplálkozásba ugyanúgy beleférnek. Az idény zöldség és gyümölcs remek lehetőségeket kínál, hogy megszabaduljunk felesleges kilóinktól, és rostokban gazdag, valamint alacsony kalóriatartalmú étkezést folytassunk. A folyadékbevitelre természetesen fokozottan érdemes figyelni. Sokkal nagyobb a vízveszteség a szervezetben, tehát legalább egy 2,5 liter folyadékot el kell fogyasztanunk a nap során, és ennek nagyon jó lenne, hogyha 70-80%-a legalább víz lenne. És utána erre épülnek a további élelmiszereink, alapanyagaink. Én mindig azt mondom, hogy a főétkezésnél egy nagyon jó tányérelv az, hogyha próbálunk minél nagyobb szeletet zöldségekkel, gyümölcsökkel fedezni a tányérunkból, vonatkozhat ez akár egy egész napra is, de ha például egy ebédet nézünk, akkor legyen mondjuk a tányérunknak a negyede valamilyen jó minőségű fehérjeforrás, lehet ez akár hús, hal, de még például a hüvelyesek is nagyon jó magas fehérjetartalommal rendelkeznek, mint a bab, borsó, lencse, csicseri borsó, vagy akár egy tejtermék, tojás, ezek a magas fehérje tartalmú alapanyagok a tányérunk negyedén. Egy másik negyedén legyen a köret, azért ez az, ami csúszni szokott egy picit, akár a tányér felét is elfoglalja, és próbáljuk meg a felét, vagy hogyha nem is a feléddel, legalább egy nagy részét zöldségekből fedezni. A strandon többen egy teljes napot is eltöltenek egyhuzamban, számukra érdemes előre gondolkodni, és akár élelmiszercsomagokkal felszerelkezve érkezni a vízpartra. Az már egy nagyon jó lépés, hogyha viszünk magunkkal friss gyümölcsöket, akár lehűtve például dinnyét, és az első 1-2 órában ezt elfogyasztjuk. Én azt gondolom, hogy azért a strand kínálatban is lehet találni még akár az egészségesebb irányzat képviselőinek is különböző alapanyagokat. Például egy nagyon nagy kedvenc a főtt kukorica, szerintem bármelyik étrendbe beilleszthető. Hogyha pedig vinni szeretnénk magunkkal bármilyen akár főtt ételt, akkor én a különböző salátákra, és azon belül is inkább a gabonasalátákra hívnám fel a figyelmet, ugyanis, hogyha keverünk bele bármilyen gabonafélét, ami lehet akár egy tésztasaláta, de hogyha az alternatív köretekre gondolunk, egy kis bulgur, vagy kuszkusz, hajdina, kínoa, köles, nyugodtan lehet próbálgatni. A nyári meleget és a friss tápanyagokat a baktériumok is kedvelik, ezért fokozottan ügyelnünk kell a főzés és tárolás körüli higiéniára. Ne vegyük félvárról az élelmiszerbiztonsági szabályokat. Augusztus 7-én szombaton 20 óra 30 perckor szabadtéri mozi előadásra várják az érdeklődőket a Jereván lakótelepi szolgáltatóház belső udvarára. A Made in Hungária című filmet vetítik a közönségnek a könnyed, nyáresti programnak ígérkező közösségi eseményen, mondta el Tóth Éva, a Jereván lakótelep település részi önkormányzat elnöke. Az önkormányzati képviselő hozzátette, köszönet jár mindenkinek, aki a küzdelmekkel teli járványidőszakban a közösség szolgálatában helytállt, és mindazoknak is, akik kellő felelősséget tanúsítottak a járvány leküzdésében.
Ez tette lehetővé, hogy fokozatosan újjáinduljanak a közkedvelt közösségi események a Jereván lakótelep közterein. Az ingyenes nyáresti mozi előadást, amely a Prokultúra Sopron közreműködésével valósulhat meg, kedvező időjárás esetén tartják meg, és továbbra is kérik a felelősség teljes távolságtartást a közönségtől. A szervezők a rendezvényt a hatályos járványügyi szabályok figyelembevételével és betartásával tartják meg. A Gyeresdiási Darazsak Basketball Camp sokrétű programjai között az erőnléti és rehabilitációs munka is helyet kapott. A Sportakadémia növendékei a táborban számot adhattak a szünetben végzett egyéni edzéseikről, és iránymutatást kaptak a felkészülés kezdete előtti időszakra. A példaképek is tisztelőtüket tették, Honti Kata és Fegyverneki Zsófia elsősorban az egyéni képzésben segítette a lányokat. Az akadémisták erőllétért Gáspár László felel, a szakmai stábbal funkcionális tréningeket és erőllét specifikus gyakorlatsorokat állítottak össze. A tábor egyrészt azért arról szól, hogy jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak a pihenyek, de közben azért edzések vannak, ahol elvárjuk azért tőlük, hogy teljesítsenek. Tehát kellett valami olyan programot összetenni, ami egy kicsit élvezetes, de azért megdolgoztatja őket, meg amit még figyelembe kell venni, hogy ugye, hogy voltak olyan részvevőink is, akik nem a soproni darazsakhoz tartoznak, és ugye őkróluk itt derül ki, hogy milyen edzettségi állapotban vannak, vagy csinálnak-e egyáltalán erősítő gyakorlatokat. Úgyhogy egy ilyen olyan általános programot állítottam össze, amiben párosával dolgoztak a gyerekek, ezt ugye egy kicsit jobban szeretik, mert úgy mindig csapatként működnek, és csapatként kellett végrehajtani a különböző erősítő gyakorlatokat egy kicsit magasabb, emeltebb ismétlésszámmal, több körben, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az egy órában, amit így együtt töltöttünk, ez pontosan megfelelő terhelés volt a számukra itt a táborban. A kisérüléssel bajlódott, annak sem kellett lemondani a mozgásról, rehabilitációs programot is kitaláltak az edzők. Mielőtt elkezdődtek az edzések, egyeztettünk, hogy kik azok a gyerekek, akik sérüléssel bajlódnak, kik azok, akik mondjuk meg a felépülési folyamatban vannak, kik azok már bevonhatók, és így hárman közösen úgy állítottuk össze a programot, meg dolgoztunk is együtt, hogy minden gyerek, aki nem tud teljes értékű munkát végezni, az a neki megfelelő szintű gyakorlatokat kapja és terhelést. A tábort követően az aktív pihenés kerül fókuszba. A felkészülés kezdete előtt két héttel minden soproni kisdarázs megkapja a maga programját, hogy a felkészülési időszakot már ne a nulláról indíthassa el, tette hozzá szakember. Egyre többször süt ki a nap, az időjárásról bővebben híradók után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelyben a Vitéz Nemes Molnár László emléknapról lesz szó, majd a Gázfröccs című magazint láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. További híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken már sok lesz a napsütés, egy-egy zápor, gyenge zivatar előfordulhat. Többfelé erős lökések kísérhetik a nyugati észak-nyugati szelet. Kora reggel 11-17, napközben 23-29 fokot mérhetünk. Szombaton napos száraz időre van kilátás, csak időnként jelenhetnek meg felhők az égen. A Dunántúlon a déli szél élénk lesz. A friss hajnalt 28-34 fokos maximumok követik. Vasárnap hazánk nagy részén 31-36 fokos kánikulában lesz részünk.